Megérkeztek az első jelentések a JP Morgan, illetve a Wells Fargo-tól. Ez azt jelenti, hogy az amerikai pénzügyi szektor is megnyitotta a gyors jelentési szezont. A JPM-nél nem örülhettünk különösebben, mert az EPS 1,19 lett a várt 1,31 helyett, a bevételek is némileg elmaradtak a vártól, 23,6 milliárd dollár, ami csak egy kicsivel kevesebb, mint a 24 milliárd dollár, de nem örült a JPM-nek a piac, már csak a kommentek miatt is. A Wells Fargo hozta a várt formáját, itt az EPS az 1,0. Lett. Amire még figyelnünk kell, hogy a BlackBerry ismét a Samsunggal tárgyalt. A Reutersnek ugyan tagadták a híreket, de nagyon érdekes, hogy az árfolyam először 20%-ot felment, aztán 17%-ot leesett a BlackBerry esetében. Tavaly novemberben a Samsung már ajánlatot tett a cégre, akkor 13 dollár körül vártuk a felvásárlási árfolyamot. Makrofonton is két érdekes hír érkezett. Egyrészt sokkal gyengébbek lettek a decemberi kiskereskedelmi eladások, ez elbizonytalanította a befektetőket. Másrészt este 8-kor a Fed Beigebook viszont pozitív következtetéseket vont le a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Figyelemre méltó, hogy a Fed Beigebookja is megjegyezte, hogy a kiskereskedelmi eladások gyengék voltak. Néhány régióban ugyan jól teljesítettek, és voltak olyan termékcsoportok, ahol jól muzsikáltak, így például az autó vagy az üdülések, de alapjában véve a fogyasztók még nem hitték el, hogy itt van az amerikai fellendülés kora.